Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna áll az északi áramlat szeptemberi felrobbantása mögött. A német rendőrség szerint a nyomok egy ukrán alapítású utazási irodához vezetnek, amit fedőcégként használtak az akcióhoz. A nyomozók azt is állítják, hogy olyan bizonyítékaik vannak, amelyek Ukrajna szerepére utalnak az ügyben. Kiev azonban továbbra is tagadja, hogy közel lenne a robbantáshoz. A német rendőrség szerint Ukrajna robbanthatta fel az északi áramlatot, ezt írta a déli mail német forrásokra hivatkozva. A brit lap szerint a nyomok egy ukrán alapítású utazási irodához vezetnek, amit fedőcégként használhattak az akcióhoz. A német nyomozók azt állítják, olyan bizonyítékaik vannak, amelyek Ukrajna szerepére utalnak az ügyben. A portál azt is írta, hogy a német nyomozók az Andromeda nevű jaktot vizsgálják, mert a fedélzetén katonai minőségű víz alatt is bevethető robbanóanyag nyomait fedezték fel, illetve a terrorcselekmény időpontjában a hajó nagyon közel horgonyzott a robbanásokhoz. Több lap is arról írt, akciófilmre hasonlíthatott a terror támadás, ugyanis a gyanúba keveredett öt ukrán férfi és egy nő hamis útlevelekkel érkezett Németországba, majd az Andromeda vitorlást bázisként használva búvárokkal telepítettek bombákat a vezetékhez. Az Index pedig arról ír, a német hatóságok látókörébe került még két másik ukrán állampolgár is, akik a hajó személyzetéhez hasonlóan Odessa és Kiev közelében élnek. Egyikük állítólag az ukrán hadseregben is szolgált. Az északi áramlat tavaly szeptemberi felrobbantásának ügyében Németország, Dánia és Svédország is nyomozást indított. A vizsgálatok kezdete óta már Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna érintettségét is felvetették, a felelősséget viszont még senki sem vállalta. Bizonyos elemzők szerint akár Moszkva is állhat a terrorcselekmény hátterében, viszont szerintük kicsi az esélye, hogy az oroszok a saját gázvezetékük felrobbantásával vágnák el magukat a bevételektől, és csökkentenék a befolyásukat Európa energetikai helyzetére. There will be no az Egyesült Államok feltételezett szerepe a robbantásban azért is érdekes, mert Joe Biden elnök még a háború kitörése előtt a vezeték megszüntetésével fenyegetőzött, így nem meglepő, hogy a gyanú először az amerikaiakra terelődött. A fordulat idén márciusban következett, amikor a New York Times amerikai hírszerzői források alapján már arról írt, egy ukrán barát csoporta felelős az északi áramlat felrobbantásáért. Ezt a kievi kormány azonnal cáfolta. Számomra ez egy elég furcsa történet, semmi közünk hozzá, szögezte le Oleksii Reznikov, ukrán védelmi miniszter. Azonban a nyomozások szálai továbbra is ukrajna irányába mutatnak, és szakértők azt is megjegyzik, az ukránok amerikai támogatás nélkül nem tudták volna véghez vinni a robbantást. Az északi áramlat gázvezeték felrobbantása azért is érdekes, mert nemrég derült ki, hogy szűk körben az ukrán elnök egy másik fontos vezeték a Magyarországra is olajat szállító barátságkő olajvezeték felrobbantásával fenyegetőzött. Hírszerzési szivárogtatásokra hivatkozva a Washington Post nemrég arról írt, Volodymyr Zelenszkij az egyik közvetlen munkatársával indulatosan arról beszélt, egyszerűen fel kellene robbantani a barátság kőolajvezetéket, hogy tönkretegyék tegyék a magyar gazdaságot, és nehéz helyzetbe hozzák az Orbán Viktor vezette kormányt.